Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a Pax TV műsorának nézőit, ez itt a Csendes Percek, Advent első hetének szombati napján. Istenünk igéjét a Tituszhoz írott levél második fejezetének 11. verséből olvasom, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Mostani alkalommal és hetekben sokszor érzékeljük azt, hogy milyen hajtásban kéne, hogy éljünk, ha mindent meg szeretnénk venni, és el szeretnénk menni mindenhová, amit csak nekünk felajánlanak a Black Friday-től kezdve a különböző már november elején karácsonyi díszbe öltöztetett bevásárló központokban. Az ide azonban minket, és ezen csendes percek is hadd állítsanak meg egy pillanatra. Ebben az évvégi hajrában, amikor már egyébként is elfárad az ember, és az utolsókat nyögi, ha lehet így mondani, mégis az ige megállít minket melyik szavával. Először is azt mondja, hogy megjelent. Tehát bármit teszel is. Isten kegyelme a múltban igenis megjelent, a Krisztusban jelent meg, és ez egy csodálatos öröm üzenet, mert a kegyelem jelent meg a mi számunkra, és ráadásul Isten maga az, aki önmagát megjelentette a Krisztusban. Ravasz László püspök ezt így mondja, talán elmondtam már egy múltkori csendes percben, de most nem szégyellem ismételni számotokra, hogy hol látjuk Istennek az önarcképét. Ugye mi, amikor igazolványképet csináltatunk, ott a mi önarcképünk, de hol látjuk Isten képét? Hát Krisztuson, amilyen a Jézus olyan az Isten. De Jézusnak hol látjuk az önhoz képét? Ezért kell olvasni a Szentírást, az evangéliumokat, hogy lássuk az ő egyéniségét, az ő személyiségét, mikor szólt, hogy szólt, kihez szólt, kinek volt a társasága, hogy beszél a hogy miért mondja nekik azt, hogy ti az én barátaim vagytok. Tehát a Krisztusnak egyéniségéből igenis le tudunk vonni következtetést, akár az ő szeretett nyelvre vonatkozóan, akár a Galata levélben megírt gyümölcseivel kapcsolatban, hogy hogyan kell beoltatni a mi életünknek, és milyennek kell lennie, hogy kedvesek legyünk Isten előtt. A második mondata, illetve szava ennek az igének az, hogy üdvözítő kegyelme van az Istennek. Tehát ő nem akar minket elsöpörni. Jézus maga mondja, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek. Az Advent szóljon számunkra arról, hogy biztosak vagyunk, meggyőződünk arról, lélek által úgy rá tudunk hangolódni a krisztusi alaphangra, hogy Érezzük az Isten jó indulatát, ami mi felénk. Ugye nagy dolog, amikor egy gyermek érzi, hogyha bemegy az iskolába, ott jó indulatú tanárok vannak, hogy szeretik őt, hogy szeretik otthon a szülei, hogy jó hazaérkezni. Hát így érezzük ezt a hazaérkezést Istennel kapcsolatban mi is. Ez olyan, mint a a János Evangélium a 15. fejezetében éppen most vasárnap volt nálunk ige, a szőlő tőnek a búcsúbeszédes példázata Jézustól, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesző, és ott is látjuk, hogy az eredeti igében nem úgy metsz le Isten, hogy mindenképpen lemez bennünket, hanem amiben még látja az életnek csíráját, Megrepetnád a nem töri el, ugye mondja az Ószövetségen, azt fölemeli, az ájnoigevel fölemeli, kiveszi a többi vesző közül, fölemeli, oda kötözi a szőlőtőhöz, hogy még több fényt kapjon. Óbányán most az egyik szomszédünk mondta, vágjátok ki már azt a mogyoró bokrot, mert elfeled, elfedi tőlünk a napot a mi szőlőnktől, és hát természetesen megtettük. Így visz bennünket az atya egészen közel, üdvözítő akaratában a Jézushoz közel visz. Kegyelme jelent meg. A kegyelem és irgalom közötti különbség, nemrég hallottam egy nagyon jó mintáját és hasonlatát ennek, hogy az irgalom a külső simogatással szeretetnek, a kegyelem viszont az, amikor a, a belsőnkben tesz rendet, ami urunk, Istenünk, azt a magot, ami elmutatja, hogy elszakadtunk az Istentől, na azt veszik ki mi belőlünk, és ezáltal kegyelmez a mi számunkra. És végül azt mondja az Ige, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Nos, ebben a minden embernek körében te is benne vagy. Érezd át ezt a kegyelmét Istennek a mostani átvendben, 2021-ben, amikor sokan szenvednek talán veszteségekben halálokban, gyászokban, betegségekben, de nekik is szól az, amit a bukovinai székelyek Betlehemesében a legvégén a király így szól. Hallátok rendszerinte rövid példámból, mint ön Krisztus Jézus romlott istálóba született, stétetett a szideg jázolva, midőn pásztorok angyalnak szavára, jövének Krisztusnak látogatására. Kívánom tinéktek, áldást, békességet a közel lévő új évre fejezi be a bukovinai székely Betlehemes, mert dicsértessék Krisztus az magas egekben, de hogy a katolikus pap mondta egyszer gyermekeknek, ne csak dicsértessék, hanem követtessék is. Amen.